A verseny célja az arhaikus bukovinai székely népdalkincs átörökítése, tovább éltetése. A bemutatón neves zsűri értékelte a fellépőket. Én azt tartanám fontosnak, hogy versenyen kívül, aki szereti ezeket a gyönyörű népdalokat, saját örömükre vagy együtt énekelve használják a régiek az őseink örökségét. Itt ma, ezen a versenyen azt éreztem, hogy ezek a gyerekek élvezettel, élményszerűen éneklik, és azt, úgy éreztem, hogy nem csak erre a népdalversenyre tanulták be, hanem valószínű, mint hallottuk, hogy itt sokan táncolnak is. Tehát nagyon reméljük, hogy ezt a közösségi együttlét alatt használják, ahogy a régiek is. Megkérdeztük a gyerekeket is, hogyan érezték magukat a bemutatón. Fél éve kezdtem el az egyedüli éneklést, és hát nekem nagyon jó érzés volt, meg már 3 éve is éneklek, tehát így nem annyira izgultam, mint mondjuk amikor legelőször énekeltem. Nagyon jó érzés volt, és ez a második versenyem, és Zsolti bácsi nagyon-nagyon szépen megtanított énekelni. Mikor manyácskét csinálnak a lányból, magas kontyot csavarnak a hajából, magas kontyot ihaja, ej, de sokan megnézik, Jámbor urát a leányok irigylik. A Garai Székelykör vállalta magára a rendezés oroszlán részét. Nagy feladat volt, de szeretjük a kihívásokat. Fiatal a csoportunk, természetesen vannak idősebb, rutinosak tagjaink is, de fiatalok vagyok és szeretünk a kihívásokat. Nem volt még ilyen nagy rendezvényünk itt, nem volt még versenyünk, úgyhogy vágytunk valami újra, és megpróbálkoztunk ezt megrendezni. Minden héten rendszeresen ugye itt a művelődési házban, illetve a többi egyesületnél is egy munka folyik, és ezt a munkát különböző rendezvényeken, falunapokon, fesztiválokon lehet ezt látni, de úgy gondolom, hogy ezt meg kell mutatni zsűrinek is, hozzáértő embereknek is, hogy esetleg olyan dolgokra rávilágítsanak, amit mi nem veszünk észre, vagy a fellépéseken nem derül ki. Tehát egy szakmai visszajelzést szeretnénk kapni a munkánkról. A felnőtteknél ugye kialakul egy tudat, hogy a magyar kultúrával vagy a nemzetiségi kultúrával foglalkoznak. A gyerekek pedig úgy látjuk, hogy jó, érzik itt nálunk magukat. A szülők is, akik ide elengedik, úgy látják, hogy jó helyen van, hasznos munka folyik, és jó érzik magukat ebbe a közösségbe, nem csak a gyerekközösségbe, hanem a felnőttekkel együtt, amit alkotunk. Illés Tibor, a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke is értékelte a rendezvényt. Hát először is ugye a legfontosabb, hogy énekelnek. Ugye amikor a gondolat jött bennem, hogy kellene egy ilyen fajta jellegű rendezvényt mindenképpen elindítani, akkor az elsődlegesen az volt, ugye, mint ahogy Fábián Évi, vagy sorolhatnám Nyitrai Marian, ezek akik szolisztikus előadást módot választva így tulajdonképpen mintaként szolgálnak. De hát ugye az idő sajnos mindenkin túl múlik, úgyhogy így gondoltam arra, hogy talán jó lenne, hogyha a fiatalok közül kinevelődne egy olyan hasonló módú, karakterű emberek, akik tényleg majd tovább viszik a zászlót. Számunkra mindenképpen tényleg biztató, hogy a fiatalok partnerek ebbe, különösen itt Garán. Én nagyon szeretek ide jönni, mert tényleg itt nagyon jól és a környékbeli településekből összevont közösség verbúválódott, ahol tényleg érezni azt a
azt a szeretetet és tiszteletet a kultúránk iránt. Ez országos rendezvény, hiszen a határokon túlnyúlik, ugye az mai nap is hiszen mutatja, hogy Székelykevéről, tehát az aladunai falvakból is szoktak jönni, de különösen most, úgyhogy én azt mondom, és magas szinten tényleg művelik ők is, és talán motiváló számunkra is ez, hogy tényleg milyen gyönyörűen énekelnek, és biztató jel, én úgy gondolom, hogy tényleg kint is tovább él ez a fajta kultúránk gyöngyszeme.